Mik a Valtari? Megmondják a csillagok. Második rész. Csupán azért meséltem ilyen hosszan kajno Pelkonen kisasszony tapasztalatairól, amelyeket azon a szombat reggelen szerzett, hogy kipróbáljam elbeszélőkészségemet és mindenek előtt azért, mert az egész história miatt furdol a lelkiismeret. Kiver a hideg veríték, ha csak rágondolok. Ezért már az első fejezetben igyekeztem tapintatosan rávezetni az olvasót, milyen mérhetetlenül nagy félreértések fenyegetik az embert egészen hétköznapi ügyekben, és hogy azért mi rendőrök is csak emberek vagyunk. Amikor Palmu felügyelő előtt először óvatosan megpendítettem, hogy újabb detektívregényt szeretnék írni, a fejét csóválta, nagyot sóhajtott, és így szólt. Azt hittem, hogy még nyugalomban nem vonulok, nem éri már szégyen ősz fejemet de úgy látszik, tévedtem. Hevesen szabadkoztam és hangoztattam, hogy éppen ellenkezőleg ismét az ő hírnevét akarom gyarapítani. Törődöm is én a hírnévvel, válaszolta egyszerűen, de mindenki előtt szükségszerűen lelepleződik ítélő képességem hiánya, ha látják, hogy milyen hitvány embert gyámolítottam. Mert önmagad leleplezése nélkül nem tudod megírni ezt a könyvet. Megfájdult a szívem, Éppenséggel olyan műre gondoltam, amelyben megmutatom, hogy azért én sem vagyok egészen tökkelütött. És megítélésem szerint a legjobb lehetőséget erre éppen egy detektívregény szolgáltatja, amelyben a képzelet és a hajlékony következtetés segítségével ki lehet rekeszteni minden rám előnytelen körülményt. Írj csak, folytatta könyörtelenül Palmu, írj, fiam, hogy végre megszabadulj attól a csavargó komplexustól. De légy őszinte. Próbálj visszaemlékezni rá, hogy a hiba egyáltalán nem a rendőrségben volt, hanem kizárólag benned. A lánc a leggyengébb láncemnél szakad el. A mi csoportunkban te vagy ez a leggyengébb láncem. Ezért követtünk el minden tőlünk telhetőt, hogy íróasztal mellé ültessünk. De a ranga fejedbe beszállt. Írjál, fiam, csak tréfálkozz és gúnyolódj a mi rovásunkra. Mi megvégezzük a nehéz munkát. Tőlem nevetségessé teheted az egész szisztémát, ki fogja bírni? Használd azt az átkozott fantáziádat, csinálj belőlünk azt, amit akarsz, de magaddal se bány kesztyűs kézzel, fiam. Akaratlanul is komolyan vettem a szavait, és arcomra fagyott a mosoly. Valóban az volt a szándékom, hogy mások nyakába varjam a félreértéseket és mulasztásokat, magam pedig hibátlanul tündököljek. Aztán meg a detektív regényt nem is szabad komolyan venni, hiszen csak játék. De a lelki ismeretem nem volt tiszta. Palmu rám merett, és kivételesen komolyan folytatta. A mi szisztémánk olyan, mint egy gépezet. Ennek részei az egyes emberek. Az ember sohasem tévedhetetlen, de a gépezet működik. Nincs elég gépkocsink, nincs elég helyünk, nincs elég munkaerőnk, sőt, még elegendő íróasztalunk sincs, amelyeken a nyomozók lekörmöljék jelentéseiket. De az eredmények beszélnek. Valamit elérünk. Gyakran olyan meglepő gyorsasággal, hogy magam is elképedek. Nem kell kérkednünk. A munka beszél helyettünk. Sokáig töprengtem. Végül felsóhajtottam. Palmu, szólaltam meg. Csak a helyes lett, hogy írjak, és vaskos tréfákat süssek el komoly dolgokról. Hogy úgy mondjam, összehordjak hetet havat, még ha nem is igaz minden. Azzal a feltétellel, hogy ugyanakkor leleplezzem a saját átkozott ostobaságomat. Balmuk keserűen elnevette magát. Nem kell leleplezned, gúnyolódott. Minden erőlködés nélkül magától lelepleződik, mihelyt írni kezdesz. De ha legalább belátod, az is valami. Én mégiscsak azt tartom, hogy ebben a csavargó historiában a szerencsétlen körülmények sűrű szövedékké váltak, a nyakam köré tekerettek. Először is a csoportfőnökünk már második éve külföldi tanulmányúton volt, és minthogy őt helyettesítettem, meglehetősen hozzánőttem az ő hivatali székéhez. Az önbizalom a fejembe szállt, azt számítgattam, hogy hazatérése után feltétlenül előléptetik, és, és belőlem akkor igazi csoportfőnök lesz. Aztán osztályvezető, aki különben gondosan szemmel tartott, éppen kivette szokásos néhány napi őszi szabadságát, hogy a hétvégén vadliba vadászatra menjen. Meg aztán Pelkonen kisasszony eleve és állandóan egy öreg csavargóról beszélt, s ez bizony befészkelte magát mindenki fejébe. Merős szuggesztió. Nem buták a mi riadós fiaink. Éppen ellenkezőleg. Jól képzett emberek. Megszokták már az emberi nyomorúság és züllés minden fokának a látványát, és nem lehet őket egykönnyen zavarba hozni. Azt akarom mondani, hogy minden előítélet nélkül tudják nézni a dolgokat. De hát Pelkonán kisasszony kezdettől fogva öreg csavargóról beszélt. Amikor a riadóautó őrmestere azon a szürke szombat reggelen egészen elfogolatlanul kiszállt az autóból, hogy körülnézzen a bokrok között, és figyelmesen szemügyre vette a környezetet, látszólag semmi sem szólt Pelkonan kisasszony feltevése ellen. Ott feküdt a földön a holttest, elnyűtt cipővel a lábán, kabátja egészen természetes módon a feje köré tekerve, az alvó, öreg csavargók ismert testhelyzetében, mintha ott nyomta volna el az álom, és szenderült volna el örökre a mérgező italtól. Halálfejes palack ugyan nem volt mellette, de erőszaknak vagy dulakodásnak nyoma sem látszott. Megrázta a tetemet, amennyire szükséges, hogy meggyőződhessen merevségéről, de egyébként az előírásoknak megfelelően nem nyúlt hozzá. Az ilyesmi már a mi csoportunkhoz tartozik. Természetesen lehúzhatta volna a zakót a fejéről, de igen, úgy van, én egyszer ok nélkül lehortam valami felesleges lépésért, és ezért óvakodott tőle, hogy hozzányúljon. Hivatalos szakszerűséggel jelentette a riadókészültség ügyeletesének, hogy valóban öreg csavargónak látszik, és hogy a holtest már meg is merevedett, a bokrok közt pedig dulakodásnak vagy verekedésnek semmi jele sincs, úgyhogy bizonyára halára itta magát. Az ügyeletes tovább jelentette az ügyet a mi ügyeletesünknek, olyan formában, hogy a csillagvizsgáló dombon a hajót töröttek szobra mellett egy halott öreg csavargó fekszik, aki annyi denaturált szeszt ivott, hogy belehalt, vegyük hát kezünkbe az ügyet. Úgyhogy ilyen formán minden bizonyára vagy talán kitétel hiányzott a jelentésből, amikor később átnéztem. Csapatunk ügyeletese átvette az ügyet, és jelentette, hogy a dolog világos, és aztán csak ült, és vakarta a fejét. Véletlenül egy kisé tapasztalatlan ember volt beosztva arra a reggelre. Nem, bocsánat, most nem egészen mondtam igazat. Egyáltalán nem is volt olyan tapasztalatlan. De valóban, amikor a fejembe szállt a hatalom érzete, olykor, olykor türelmetlenné váltam, és parancsolóan kijelentettem, hogy mindenkinek tudnia kell használni az ítélő képességét, meg hogy a nagy gépezetet nem szabad hiába működésbe hozni, az ilyen ember nem eszik meg fél kilósót a házban. És ezen kívül az élető tudta is, hogy énekkari próbán a este. És Palmunak sem telefonálhatott, mert Palmu öregember, és kényes a reggeli álmára. És ezen kívül nem is volt mit kérdezősködni ebben az ügyben, ha valaki a saját ítélő képességét használta. Mert ha egyszer az öreg csavargó valamilyen méregtől pusztult el, akkor csak az az egy van hátra, hogy tisztázzuk, mi volt az a méreg. Tehát kivezényelte a hullaszállító autót, a tetemet a Korbonztani intézetbe szállították, a törvényszéki orvosi boncolás véget. A lelki ismerete megnyugtatására még hozzátette, hogy hogyan nézzetek be a büfébe, és vigyétek magatokkal valamelyik nyomozót, ha van ott véletlenül valaki. A segédmunkára kivezényert rendőr csak ugyan bekukkantott a büfébe, de nem találta ott az ügyeletes nyomozónkat, aki éppen a szükségét végezte, úgyhogy azt gondolta, egyre megy, és társával együtt elindult, hogy teljesítse a világos parancsot. Ez az ember ugyan vidéki volt, de nem, nem mentegetem magam. Én vagyok az oka. Minél nagyobb a lárma, annál kisebb az eredmény. Azt akarom mondani, hogy a csoportunkban furcsa ordítózó hang nem terjedt el. A hullaszállító gépkocsi vezetőjének nem volt kedve, hogy az ügyeleteshez menjen, és még valakit kérjen, hanem teljesítette a kapott parancsot. A riadó készültség ügyeletese abban a hiedelemben élt, hogy a mi csoportunk két percen belül a helyszínen lesz hiszen ilyen hírünk volt, noha nem az én érdememből. Sajnos éppen tömegverekedés volt a kikötőben, és a környéken nem volt másik járőröző gépkocsi. A rendőr kénytelen volt mérlegelni a körülményeket, és a riadóautót levezényelni a kikötőbe, amikor torony csak néhány tucat méter választotta előket a színhelytől. A rádiós rendőr ugyan ellenvetéssel próbálkozott, hogy a szolgálati szabályzat szerint a helyszínen kell várakoznia. Már a kezében is volt a notesza, és sürgette Pelkonen kisasszonyt, hogy mondja meg a teljes nevét és a lakcímét, mert a kisasszony erősen húzódozott. Az ügyeletes idegeskedni kezdett, és közölte, hogy a mi csoportunk vette kezébe az ügyet, és kész. Persze ostobaság volt, hogy a riadóautó vezetője, aki még most is oda volt, hogy fia született, teljes erővel bőgette a szirénát, amikor a dombról lefelé a kikötőbe hajtott. Aztán meg az ilyen családi esemény közlése a rendőrségi rádió útján szöges ellentétben áll a szolgálati szabályzattal, és hivatalosan nem is esik meg az ilyesmi, de igen, tekintetbe kell venni az emberi tényezőket is. És a hullaszállító személyzetét sem lehet vádolni, amiért nem voltak serényebbek, mint a mi csoportunk. A tetemet ugyan nem kellett sokáig keresgélniük, mert körülötte jókora tömeg verődött össze, letaposva a bokrokat és a földet. A hullaszállító autó személyzete bizonyára bosszankodott is emiatt, amikor végül is hordágyukkal oda tudtak furakodni. Természetesen lehúzták az akót a teten fejéről, hanyat fordították az öreget, és látták, hogy az egész arca csúnyán összezúzódott, csupa vér, mint valami verekedés után, de ez nem tartozott rájuk. A lehető leggyorsabban a hordágyra emelték a holttestet, takaróval leborították, és távozásra szólították fel a bámészkodókat. Igen, csak aztán vették észre, hogy valaki fényképezőgéppel hadonászik körülöttük, és a szolgálati szabályzat értelmében ráordítottak, hogy nem szabad fényképezni. De akkor már késő volt. Perkonen kisasszony ment a maga útjára, mivel senkinek sem volt többé szüksége rá, de az esti újság riporterének őt is sikerült lencsevégre kapnia. És a kutyát is. Komoly munkánkba került, amíg elő tudtuk keríteni a kisasszonyt, hiszen mindkét rádiós rendőr megesküdött, hogy Pelton ennek hívják. Olyan érthetetlenül mondyogta el a nevét, azt meg a leghatározottabban megtagadta, hogy bemondja a lakcímét, mivel szerinte ez nem tartozik az ügyhöz. Mik voltak ezek a momentumok, ha nem véletlenül összejátszó szerencsétlen körülmények? Kedftelésből, valóban pusztán csak kedftelésből később kiderítettem, hogyan került a riporter a helyszínre a legrosszabbkor. Éjjel három óráig ült a teatteri gréli bárjában, mivel valaki konyakkal itatta, és így csak néhány órát alhatott. Ezeknek a riportereknek a munkaideje túlságosan korán kezdődik az ilyen esti lapnál. Amikor felébredt, még kótyagos volt a feje, gondolom, és hogy kiózanodjék, elhatározta, gyalogvág át a csillagvizsgáló dombon munkába menet, mivel arra felé lakik. A fényképezőgép a nyakában himbálódzott, mert neki mindig a nyakában himbálódzik a fényképezőgép. Ezt nem vethetem a szemére. Volt annyira dörzsölt fickó, hogy észrevegye az összelapított gépkocsit. Hogy aztán miként talált rá a tönkretett telefonfülkére, azt már nem tudom megmondani. Talán alapjának akart telefonálni, hogy megmagyarázza, miért késik. De a telefonról is remek kép jelent meg a lapban. Ráadásul kettő, belülről és kívülről. Igen, a holttest arcáról némi vér folyt a földre, és ez volt az egyetlen hely, ismétlem az egyetlen hely, amelyet a bámészkodók nem tapostak teljesen össze. Mert erről bizony nagyon jó felvételt kaptunk, nevezetesen az esti labból. Hasonlóképpen a holttest arcáról is. Bizony hallottam, vagy helyesebben szólva olvastam az öreg csavargóról, mihelyt megérkeztem munkahelyemre. Azt akarom mondani, hogy csak kilenc órakor értem a hivatali szobámba, és nem is késtem. Talán csak egy fertája órányit. Bízisten, először is átnéztem az éjszaka érkezett jelentéseket, hogy volt-e valami rendkívüli, természetesen, miután előbb átfutottam a napilapok címeit. akarom mondani, minden esetre legalábbis 10 óra előtt, Noha, közben a büféből egy csésze kávét és két üveg ásványvizet hozattam, mert ettől nem még a gyomrom. Igen, legalábbis néhány perccel tíz előtt a szemem elé került az a jelentés, hogy egy bizonyos Peltonen kisasszony, aki a kutyáját sétáltatta, 6 óra 13 perckor bejelentést tett, hogy a csillagvizsgáló dombon a bozódban holtan fekszik egy öreg csavargó. A kettes számú rádiós autó megerősítette, hogy az öreg jobb létre szenderült az utolsó adag itókától. 6 óra 30 perckor elhangzott a parancs, hogy a tetemet szállítsák be a korbonztani intézetbe. 7 óra 12 perckor a parancsot már teljesítették. Az időpontok feltétlenül pontosak voltak. Ebben egy pillanatig sem kételkedtem, és még most sem kételkedem. Tehát az ügyre nem fordítottam különösebb figyelmet. Voltak más jelentések is, de semmi lényeges. Legalábbis az én csoportom számára nem. Az az összelapított autó a gépkocsi lopási csoporthoz került, úgyhogy nekem senki sem számolt be róla. Tehát egészen jókedvűen és mit sem sejtve ültem hivatali szobámban. A falakat nem régiben újra festették, és néhány új bútor darabot is szereztünk, minthogy a régiek összerogytak. Az előző íróasztal állítólag 1840-ből származott. Úgyhogy csak nem régiség számba ment, amíg szét nem esett. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy még vadonatúj íróasztalom is van. Aki olvasta előző könyveimet, valószínűleg csodálkozik, hogyan vittem ilyen sokra. Annak idején éppen Palmu felügyelő biztatott komolyan, hogy folytassam jogi tanulmányaimat. Ennyit elég tőled is, mondta. Bárki képes betéve megtanulni a törvény paragrafusait. Azt nem is képzeltem, hogy egyszer az életben alkalmilag Palmu felügyelő előjárója leszek. Maga Palmu ültette el bennem ezt a gondolatot. Nem szeretném, mondta egyszer töprengbe, hogy valamikor öreg napjaimban még náladnál is nagyobb fajankó legyen a felettesen. Ilyet ugyan nehéz elképzelni, tette hozzá, de csak igyekez. Tőled legalább nyugodtan dolgozhatnék. És csak ugyan soha sem zavartam a munkában, soha az életben, de nekem is vannak idegeim. Dühömben egyszer arra céloztam előtte, hogy egyetlen ember sem pótolhatatlan, hiszen mégiscsak helyettes bíró vagyok, aki törvényszéki tanácsban is ült már. Aznap reggel halvány sejtelmem sem volt róla, milyen tésztába kerültem. Éppen ellenkezőleg, miután megittem a csésze kávét és mindkét üveg ásványvizet, miután végiglapoztam az újságokat, hogy meggyőződjem, még nem veszett el egészen a világ, hanem csak éppen a pusztulás szélén van, úgy ám, és természetesen miután átnéztem a jelentések jegyzékét, úgy éreztem, ismét rendben az életem, noha előző este a rendőrségi énekarnak fárasztó próbája volt, és utána véglegesen úgy döntöttünk, hogy viszontlátogatást teszünk Kopenhágában, ami természetesen hosszabb eszmecserével járt. Felálltam íróasztalom mellől, és megállapítottam, hogy a Szófia utca szűk sikátora fölött a felhőtlen kék őszi égen felbukkant a nap. Csupa öröm volt az élet. Ezért aztán érthető, hogy ültömben kitártam a karom, és csak úgy a hangomat próbálgatva egészen finoman belekeztem. Valami rejlik a szívben, valami drága kincs. Nem énekeltem hangosan, és ódon épületünkben vastagok a falak, de éppen, amikor a kincs szóhoz értem, észrevettem, hogy Palmu belépett, és ellenszenves kifejezéssel mered rám. Palmu meglehetősen botfülű. Ezért időnként egy-egy gúnyos megjegyzést tesz ének karibuzgolkodásomra. Ez persze merő irítség, de egy főnöknek mégsem kellemes olyasmit hallani, hogy észbeli adottságainak éppen a karének felel meg a legjobban. Bizony, sok olyan ember, akinek nincs hangja, a karéneket fölösleges időtöltésnek tartja. Minden esetre közösségi dolog. Felnőtt embernek rosszabb kedvtelése is lehet. Palmu felügyelő nem szólt egy szót sem, csak rám nézett, és nem álltam a tekintetét. Ezért a rossz indulatra rossz indulattal válaszoltam. Amikor magától értetődőleg nyújtotta a kezét, hogy asztalomról elvegye az újságokat, a lapokra tettem a kezem, és megkérdeztem: Mi az, nincs munkád? Mi? Ja, ja, válaszolta jön az öregség, kezd gyötörni a reuma, bezzeg be a fiatalok, csak utazgatnak Kopenhágába, meg mit tudom én hova? A kopenhágai rendőrségi kórus itt vendégeskedett, és nagyon jó kórus volt. Csak természetes, hogy mi viszonozzuk a látogatást és nem hiszem, hogy szégyenkeznünk kell emiatt. És ami a munkát illeti, folytattam. Találtak valami öreg csavargót, aki a csillagvizsgáló dombon adta ki a szufláját. Elmehetnél agnoszkálni a boncolás előtt. Bizonyára előkerül a zsebéből valami papír. Ez természetesen szándékos sértés volt. Palmu felügyelő úgy tett, mintha megjuhászodott volna, és így válaszolt. Azonnal főnök. Sarkon fordult, és csak ugyan menni akart. Ellágyultam. Megérintettem a vállát, és átnyújtottam neki az újságokat. Ugyan, ne húzd fel az orrod, mondtam. Olvasd csak nyugodtan az újságokat. Valaki fiatalabb majd elmegy, mihelyt ráér. Egyáltalán nem sürgős ügy. Ebben tévedtem, mégpedig alaposan. De még palmu sem érezte meg, hogy hamarosan ég a ház. Honnan tudod, hogy öreg Csavargó? kérdezte csupán azért, hogy az övé legyen az utolsó szó. A jelentésből. Válaszoltam egyszerűen, és a tenyeremmel vidáman az asztalomon levő papírlapra csaptam. Délelőtt mindenféle aprócseprő ügyintézés folyt a szobámban, mindenféle rutinmunka, telefonhívások. Az esti lap általában déltájban került ki a nyomdából. Aznap csak nem egy órát késett, de ez nem tűnt fel, mert az asztalomon rendszerint két óra körül jelenik meg a kávé ízesítőjeként. Csak fél egy tájban mentem a büfénkbe valamit enni, és kóriantottam örömömben, amikor kokki előtt sós heringet láttam egy adag héjában főtt krumpli tetején. Ezen a napon el sem tudtam volna képzelni ennél jobbat. Mellesleg szólva, kokki is az énekkar tagja. Említettem már, hogy a Szófia utca felőli lépcsőháznak mindig jó akusztikája volt. Nem is emlékszem már, ki javasolta-e vagy jó magam, de amikor jól lakottan és elégedetten visszafelé ballaktunk a munkahelyünkre, miközben a sós hering és a gyenge sör kellemesen lötyögött a hasunkban, csupán az akusztika kipróbálására és gyakorlás véget közösen rázendítettünk. Akkor sírtam én először, mikor anyám elbúcsúzott tőlem de alig értünk az emeleti alacsony pihenő kormos patkájához, amikor csapódva kitárult az ajtó, újságírók rohantak meg bennünket, és a villanó lámpák működni kezdtek. A másnapi labban az egyik képen még tátva volt a szám. Természetesen az éneklés, és nem a meglepetés következtében, mert már is szorosan becsuktam a szám, mihelyt ráeszméltem a vakuk villogására. Nyomon vagyunk, Válaszoltam gépiesen a kérdésekre, hiszen van annyi eszem, meg színészi adottságom, és a kellemetlen tapasztalatok is megtanítottak rá. Nyomon vagyunk, erősítgettem bizalommal, de elnézést kérek, csak öt percre. Koki ugyanilyen gépiesen kikapta a legközelebb álló újságíró oldal zsebéből az esti lapot, amelyen még nedves volt a nyomdafesték. Én elől, ő mögöttem, hivatali szobánkba mentünk. Becsaptam az ajtót, és pánik hangulatban kulcsra zártam. Palmo már készenlétben ült a szobában, csendesen tömködte a pipáját. Előtte is kiterítve hevert a friss esti újság. E pillanatban megszólalt a telefon. Maga a rendőrség parancsnoka jelentkezett. Felpattantam és összecsaptam a cipőm sarkát. Nyomon vagyunk, bizonygattam gépiesen. Öt perc múlva adom az első jelentést. Nem olyan sürgős, bizonygatta a telefonba a parancsnok csalók a nyájassággal. A kormányzó csak az imént telefonált. A kormányzó? Ismételtem meg értetlenül, Igen, tanácskozni akar velem a növekvő fiatalkori bűnözés visszaszorításáról, magyarázta a parancsnok a maga higgatmoldarában. Véget kell vetni a huligánok ügyködésének. Végre. Hiszen mellettünk a közvélemény. Rendelkezésedre áll az egész rendőrség. A kormányzó lelkesen kijelentette, hogy akár katonaságot is kapunk segítségül, de azért ilyesmire alig ha szorulunk. Mi a véleményed? Miközben beszélt, rápillantottam az esti újság első oldalán kiabáló nagybetűs címre. Gyilkosság a csillagvizsgáló dombon. Agyon vertek egy védtelen öreg csavargót. Már Helsinki központjában is huligánbanda tombol. Gyilkosság gangster módra. Miért nem tudják megakadályozni az illetékesek a fiatalkorú bűnözők növekvő terrorját? Nyomon vagyunk, ismételtem meg óvatosan. Nem, nincs szükségünk katonaságra. Még nincs. A legjobb csendben előre haladni. Éppen tanácskozunk és készítjük a végleges akciótervet. Palmú felügyelő köhintett. Bizonyára a torkára ment a pipa füst. Villámgyorsan átfutottam a címoldal képeit, és a lap utolsó oldalát vettem szemügyre. Képek, képek, képek. Ez volt a másnapos riporter nagy napja. A képekről nem lehetett megállapítani, hogy kótyagos volt-e még, de józan fejjel alig ha tudott volna ilyen kiváló felvételeket készíteni. Az egyik képen az összelapult autó körül szorgoskodnak az embereink, és a legnagyobb igyekezettel új lenyomatokat fényképeznek. Nagyon kellemes volt látni, hogy a rendőrség milyen eréjjel dolgozik. Ha szükség van rám, a kormányzó hivatali lakásán vagyok található, Közölte tárgyilagosan a parancsnok. Bizonyára tudod, hogy ma szombat van. Úgy bizony, természetesen. Erősítgettem lelkesen, bár erről egészen megfeledkeztem, hiszen különben is minden kavargott a fejemben. Azt akarom mondani, hogy a bűnösöket el kell fogni, még mielőtt a vasárnapi lapok a nyomdába mennek, magyarázta a parancsnok. Bizonyára magad is felfogod, milyen következményekkel jár, ha nem így történik. Felzúdul az egész közvélemény feltehetően a belügyminiszter is részt vesz a tanácskozáson a kormányzónál. Bizonyára megérted a helyzet súlyosságát. Tehát munkára fel! Megígérhetem, hogy a bűnösök éjfél előtt rács mögé kerülnek, amennyire rajtunk múlik? Természetesen, természetesen, amennyire rajtunk múlik. Erősítgettem, és meghajoltam a hideg verítéktől átnedvesetett ingemben, amikor visszatettem a helyére a kagylót. Ez már túlzás, kiáltottam kínomban Palmonak és Kokkinak. Voltak éppen mit is csináltok ti, fiúk, hogy megkeressétek a kenyereteket? Egyáltalán minek van bűnügyi osztályunk és gyilkossági csoportunk? És voltak éppen miről is van szó? Talán amiatt az öreg csavargó miatt vessük be a katonaságot. Palmu vette a kezébe az irányítást. Most menjünk, szólalt meg, és nyugodtan felállt székéről, hüvelykujjával a pipáját tömködve. A csillagvizsgáló dombra? kérdeztem elképedve. Nem, csak a korbonztani intézetbe, állapította meg Kokki, miután palmúra pillantott. Sok éves együttműködésük következtében képes volt Palmu arcáról leolvasni a gondolatait. Mi keresni valónk van ott? kérdeztem értetlenül. Semmi, de egyelőre el kell rejtenünk téged valahová az újságírók elől, válaszolta csendesen Palmu. Nem miattad, csupán a rendőrség becsülete miatt. Dolgozó szobámnak csak egy ajtaja van, rápillantottam. Sőt, az ablakra is. Harmadik emelet. Szilárdan elhatároztam, hogy még egy ajtót nyittatok a falon. Már amennyiben továbbra is tőlem függ ez majd. Nem merek, vallottam be őszintén, mert képtelen voltam tovább tettetni magam. Mit mondok az újságíróknak? Te csak célozz nekik valamire, tanácsolta könyörtelenül Palmu, hiszen az ilyesmiben leleményes vagy, azok most úgy is egymás sarkában vannak, reszketnek, hogy a másik jobb felvételt vagy interjút készíthet. Úszítsd rá őket valamire, hogy te magad kereket oldhass. Különben a nyomunkba erednek. Láss munkához, fiú! Az esti lap cikkére próbáltam pillantani, hogy legalább valamennyire tájékozódjam, miről is van szó voltak éppen. De Palmu a vállamnál fogva előre taszikált. A kocsiban olvas, biztatott. Kokki készségesen megfordította a kulcsot a zárban, kinyitotta az ajtót, és tisztelet tudóan előre hogy a fenevadak elé lépjek. Palmu megigazította szája szögletében a pipát, töprengő arcot vágott, és pontosan mögém lépett. Mert a vakuk ismét működni kezdtek. Kokki nem vágyódott a nyilvánosság után. Távolabb húzódott tőlünk, szégyenlősen lehajtotta a fejét, és cipője orrával a padult bögdöste. Megköszörültem a torkomat. Tisztelt uraim! Kezdtem zengő, véleményem szerint magabiztos hangon. Noha Palmo később azt állította, hogy szavaim varjukárogásra emlékeztettek. Bocsánat, helyesbítettem nyomban. Hölgyeim és uraim! Tudni illik, a csoporthoz már két újságírónő is csatlakozott, mindkettő csinos lány, bár az egyiken fölöslegesen szűk nadrág és csíkos bokazokni volt. Bizonyára a képeslapoktól jöttek. Semmi okom sincs bírálni a sajtót, Mondtam hevesen, de aztán udvariasan meghajoltam mindkét nő felé. Akarom mondani a napi lapokat. Együttműködésünk mindig kifogástalan volt. Ezzel bizonyára egyetértenek az urak. Az egyik fényképés sátánian vigyorgott. Nyilván régi dolgok jártak a fejében. De a mai eset megbocsáthatatlan, jegyeztem meg ingerülten. Első ízben fordul elő egész hm, főnökségem alatt, hogy az egyik izé lap merő szenzáció hajhászásból keresztezte a rendőrség útját, meg sem kísérelve az együttműködést. Az előző napi tivornyázástól vörös szemű, pejhedző álló fiatalember, akinek a nyakában most is ott függött a fényképezőgép börtokja, ellenkezni próbált. Elhallgattattam egy energikus kézmozdulattal. Nincs idő hiába való vitatkozásra, jelentettem ki. Csak annyit akarok mondani, hogy amikor a rendőrség éppen hozzálátott a legerélyesebb tevékenységéhez, hogy tisztázza ezt a kellemetlen históriát, igen, talán nem árulok el hivatali titkot, ha elismerem, hogy nekünk, akarom mondani a parancsnoknak és nekem, már minden reményünk megvolt rá, hogy elfogjuk a bűnösöket. A gyanúsítottakat, javított ki szárazon palmú felügyelő. A gyanúsítottakat, Ismételtem meg gyorsan, majd, hogy visszanyerjem önbecsülésemet, hozzátettem. Vagy a gyanúsítottat. Fenyegető pillantást vetettem a pihé és szőke szakára, és mélységes ellenszenven fokozódott. Ez történt, folytattam. Minden reményünk meg volt, hogy a bűn a gyanúsítottakat még ma este, hm, a lapok nyomdába adása előtt rács mögé dugjuk. De az esti lap idő előtti és megbocsáthatatlan... Hmm, leleplező cikke minden fáradozásunkat meghiúsította. A gyilkos figyelmeztetést kapott. Balmu felügyelő haragosan köhintett. Vagy aki megölte, helyesbítettem, de ekkor az újságírók már nem bírták tovább. Az a szadista emberi szörnyeteg tört ki az esti lap szerkesztőjéből. A huligán szörnyetegek. Elég volt förmettem rá. Maga már elmondta a mondókáját a lapjában. A jelen pillanattól kezdve többet nem mondhatok. Az idősebbek és a tapasztaltabbak a karjánál fogva tartották vissza az ifjút, és jól megértettem csalódott arckifejezésüket. Megenyhültem. És talán még valami, mondtam lassan. A rendőrségi nyomozást nem szabad többé zavarni. Valamennyiüket komolyan figyelmeztetem. De felhatalmazásom van, hogy közöljem önökkel, maga a rendőrség parancsnoka éppen most megy megbeszélésre a kormányzóhoz. Persze, semmilyen felhatalmazásom sem volt, hogy ilyesmit közöljek, de más nem jutott eszembe. A fiatalkorú bűnözés, akarom mondani, a lelki és testi huliganizmus teljes visszaszorításáról van szó. Folytattam szaporán. Ez a végső cél. Ez a história nem csupán egyedi eset. Meg kell mondanom, hogy ezt az mm, intézkedést már régen tervbe vettük. A rendőrség egyáltalán nem alszik. Pszt! Szapienti szát! Szakított félbe palmu felügyelő, és megragadta a karom, hogy elvezessen. Valaki tartóztatóan utánunk nyúlt. Kihallgatás lesz, mondta ridegen palmu felügyelő. Fontos kihallgatás. Tehát már letartóztatások is történtek? Rikoltott fel valaki, és az újságírók egy emberként megfordultak. Ne, nekem nincs jogom hozzá, hogy ennek az ügynek a legkényesebb szakaszában ennél többet mondjak, válaszoltam, miközben Palmu kifelé húzott. Önök maguk is megérthetik, kiáltottam még vissza az ajtónyilásból, hiszen tapasztalt újságírók. Aztán becsapódott mögöttünk az ajtó, és Palmu felügyelő meg kokki nyomozó futva cipelt magával, végig a döngő folyosókon le a földszintre és épületünk útvesztőjébe. Riadó autó várt ránk. A gépkocsi vezető civil ruhát viselt, és bizony nem bőgette a szirénát, hanem szeliden hajtott, feltűnés nélkül. Te agyalágyult fajankó, te önhit kontár, te kóista, te! Kezdte halkan palmú felügyelő. Igaz, igaz, ismertem el, de ugye a rádió ki van kapcsolva? Palmú felügyelő mindkét öklével a mellét verte. És még én, én tettem meg a felettesemmé, a főnökömmé, pusztán azért, hogy valamivel kényelmesebb életem legyen. Na, itt a büntetés, sziszegte. Az önérzetem kezdett kisé helyreállni. Arra gondoltam, hogy azért az újságírókat egészen ügyesen megúztam. Ne feledd el, mondtam erőtlenül, hogy ma reggel könyörögtem neked, méltóztas megnézni azt az öreg csavargót. Mindössze néhány utcasartnyi frissítő reggeli séta, de nem, ez nem illet palmú felügyelő méltóságához. Kellemesebb volt az újságokból képregényeket silapizálni. Palmú felügyelő szánakozva nézett rám. Ne pazarold a drága időt fölösleges fecsegésre, torkolt le végül, inkább ezt nézd. A térdemre hajította az esti lapot. Lazítottam szűk galléromon, és kapkodva olvasni kezdtem a kép aláírásokat és a tulajdonképpen is szöveget. Önmagam előtt el kellett ismernem, hogy a fickó egészen leleményesen szerkesztette meg historiáját. Gondolatban nyomban összekapcsolta az öreg csavargó, összezúzott arcát a fának vezetett képkocsival, sőt, a puszta rombolási vágyból tönkretett telefonfülkével. Merő feltevés volt ugyan, de világos formában és a megfelelő helyeken kellő kérdőjelekkel. Bennem is forni kezdett a méreg, amikor a megrázó esetet olvastam. Miután éjjel a lopott autóval nekimentek egy fának, a dühöngő fiatal gengsterek egy részegen dülöngélő, védtelen öreg csavargóra bukkantak, összezúzták az arcát, aztán talán segélykiáltásaitól megrémülve agyonverték a néptelen parkban, és bevonszolták a bokrok közé, hogy elrejtsék. Minden helyesen gondolkodó állampolgárnak meg kell értenie, hogy ez nem mehet így tovább Helsinki kellős közepén. Ám késeljék meg egymást, ha akarják, de nem tűrhetjük védtelen aggastyának állatias kínzását és megölését. Mit tett a rendőrség? Nem tudom, de még csak nem is érdekel. Csupán annyit tudok, hogy egy gyöngenőt, aki a holttestre rátalált, és akit az eset annyira megrázott, hogy az ideg összeomlás határán állt, aki még a nevét sem volt képes megmondani, hosszabb időre hidegvérűen magára hagytak ugyanabban a parkban, a holttest mellett. Amikor az ember ilyen ridegséget tapasztal a hivatali hatalomtól, mit várhatunk akkor az ifjúságtól? A cikk írója szemlátomást maga is megijedt, mert engedékenyebben folytatta. Természetesen nem kételkedem abban, hogy a rendőrség lefolytatta a nyomozást a gyilkosság színhelyén, és elismerem, hogy azok, akik megvizsgálták a lopott autót, szakemberek a maguk területén. De ha ismét kiderül, hogy a nyomozás során valami hanyagság történt, ami késlelteti a gyors bűnüldözést, azt már a nagy nyilvánosság nem bocsátja meg, akkor másféle tisztogatást is követel, nem csak a huligánok körében. Hát igen. Kiközösítetnek éreztem magam. Egy egyszerű végrehajtói állás valahol a határvidéken igazi vágyálomnak tetszett előttem. Azon töprengtem, felfogadhat-e a kongói kormány egy rátermet rendőrtisztet, hiszen tűrhetően beszélek franciául. Arra ocsúttam, hogy már régen a korbonztani intézet előtt állunk. Álmaim temetője, gondoltam. Palmu mogorván ült mellettem, Kokki pedig szégyenlősen a gépkocsi padlózatára merett. Miután észrevette, hogy befejeztem az olvasást, Palmú megszólalt. Szerencsére nem sikerült vezércikket közölniük. Ez nyomdatechnikai okokból lehetetlen lett volna, de holnap még cifrábbat is látsz majd. A vasárnapi lapokban vezércikket, és a nagy közönség rovatában. Mélyet lélegeztem. Az együttműködés hiánya, szólaltam meg keserűen, hiszen mindig ezt prédikáltam. Uram Istenem, ha előttem lett volna a gépkocsi lopási csoport jelentése, hogy mindössze néhány méternyire az öreg csavargótól fának ment egy gépkocsi, amelyet huligánok loptak el, akkor én is ki tudtam volna számítani, hogy egy meg egy az kettő, és egymáshoz tudtam volna kötni a fonalakat. Igazán? kérdezte Palmu. Nem szerettem a gúnyolódását. Együttműködés, hajtogattam továbbra is. Másképp nem megy, lehetetlenség. Kelet, kelet, nyugat, nyugat, és a kettő sohasem találkozik. Fölösleges belekeverned a nagypolitikát, jegyezte meg Mogorván Palmú, és esetlenül kezdett kifelé kászálódni az autóból, reumás térdére panaszkodva. Akaratlanul is követtem az ajtóig. A gyilkosság színhelye, kiáltottam, felriadtam. Legalább lezárták. Tíz rendőr van ott a rendészettől, és minden esetőségre két lovas rendőr számolt be Palmu. Bátorkodtam intézkedni. Természetesen a főnök nevében. Ezen kívül húsz ember éppen most fésüli át az egész csillagvizsgáló dombot. Persze, persze, az egész parkot alaposan át kell kutatni, jegyeztem meg türelmetlenül. De mit akarsz a lovas rendőrökkel? Kérdeztem találomra, gúnyosan. Nem azért vannak ott azok a rendőrök, hogy nyomokat őrizzenek, magyarázta Palmu, miközben pipáját a cipője sarkához verdeste. A nyomokat már teljesen összetaposták, de azt bizonyára te is megértett, hogy amikor az esti lap kikerül az utcára, olyan népvándorlás indul meg arra felé, hogy jusson eszedbe, hogy ma ráadásul még szombat is van. Tudom, erősítettem meg gépiesen. Úgyhogy ott egy kis felfordulás keletkezhet, folytatta zavartalanul Palmu. Nagyon tartok tőle, hogy ellátják a baját valami odatévet huligánnak. Ezért vannak ott a rendőrök, meg a lovas rendőrök. Tehát azért, hogy védelmezzék a huligánokat? Kérdeztem, nem akarva hinni a fülemnek. Valami olyan szédületesen kezdett forogni a fejemben, hogy kénytelen voltam megfogni a homlokomat. Pontosan azért, ismerte el készségesen Palmu. Ők is emberek, éppen úgy, mint az öreg csavargók. Ezen kívül, ha már együttműködésről beszélünk, utasítást adtam a tenevetben, Persze, hogy a te nevedben, főnök, a különböző csoportoktól és osztályoktól gyűjtsenek össze minden szokatlan dolgot, ami tegnap este óta a városban, vagy akár a külvárosokban is történt. És ha bármi történik is, még haladéktalanul tegyenek jelentést, bármilyen csoportot érintsen is. Szánakozóan nézett rám, amikor a fejemet rázva igyekeztem tisztázni a gondolataimat. Együttműködés, magyarázta, hiszen ezt kéred már két éve. Most megkapod. Azért van velünk a rádiós autó is. Mit gondolsz különben, miért szereztem volna meg? Még pedig szombaton délután, amikor nagy hiányzik. Hirtelen meghallottam a rádió recsegését, a gépkocsi vezető pedig kinyitotta az első ajtót. Főnök, legyen szíves! Futva tértem vissza a gépkocsihoz, és bedugtam a fejem. Itt a gyilkossági csoport főnöke. Itt az ötös, jelentkezett egy recsegő hang, Jelentkezem, mivel minden szokatlan eseményt jelenteni kell. Itt a Mannerheim út és a Boulevardi sarkán, az újságos boldé tájékán állandó a felfordulás. Az emberek egymást taszigálják, és valósággal közel harcra került sor, mivel az esti újság első kötegét nyomban elkapkodták. Hadd tülekedjenek, válaszoltam ingerülten. Igen, felelte a hang. Onnan a Ludwig utca felől már jön is futva néhány rikkancs, a hónuk alatt nagy kötegekkel mintha külön kiadást árusítanának. Helyes, még nekem sem sikerült szereznem belőle. Vegye csak meg, és olvassa el nyugodtan, a lehető legnyugodtabban, mondtam gúnyosan a rádióba. És egyáltalán ne hagyja, hogy a hivatali teendők a legcsekélyebb mértékben is megzavarják. A hang nem értette meg a gúnyolódásomat. Köszönöm, főnök, mondta őszinte csodálattal. Pompás, Visszatértem a Korbonztani Intézet kapujához.